akkor szeretettel köszöntelek titeket, és köszöntöm, akik eljöttetek, meg eljöttek. Izgalmas nap ez a mai igazából. A tavaszi megújhodás az első témánk itt a Tavasz a Malomban című rendezvény sorozat keretein belül. A Festetics Herbárium és Fűszerkert 2021 májusában nyílt meg a Gyenesdiási Malomban, és azóta számos programmal készült a helyi és környékbeli közönségnek. Idén a tematikus kurzusok folytatódnak az évszakoknak megfelelően. Legyen szó az őszi betakarításról, a téli hideg depressziós időről, vagy épp a tavaszi megújulásról, a Malomban minden témában kaphat segítséget a látogató. Tematikusan igyekszem kapcsolni az ünnepkörökhöz, az évszakokhoz, és egyáltalán mindennapjainkhoz a gyógynövényes tudás visszaadását, az egészséges életmódra való nevelését, akár a gyerekeknek a megismertetését a gyógynövényekkel, és hát a felnőtteknek is. A varázslatos nyugat-balatoni helyszín, ahol egykor komoly őrlő munka és malom tevékenység zajlott, a Talabérmalom, melynek krónikáiból is kiderül, hogy szervesen kapcsolódik a település életéhez. Mert hogy 1551-es krónikák már jelezték, hogy itt már akkor volt fűszerkert, tehát itt kapcsolódunk vissza a régmúlthoz a gyógynövényekkel. Az ébredező természet egyelőre még nem mutatja tavaszi arcát, mégis a telet követő bőti időszakban számos gyógynövénnyel erősíthetjük, regenerálhatjuk, serkenthetjük szervezetünket. A mai alkalommal elsősorban a bőt lesz majd a témánk, annak a megsegítése, az ásványanyagok visszapótlása, a tavaszi fáradtság és egy kicsikét a depresszió, mert az is egy jellemző ebben az időszakban, hogy bizony már elfáradunk. A bőti időszak a gyógynövények szempontjából is rendkívül fontos. Minden vallás és minden szentírás említi a gyógynövényeket, akár a bőtben, vagy akár attól függetlenül is rengeteg áll a rendelkezésünkre, tehát ez is egy fontos lehet, de itt szintén lehet gondolni egy csipkebogyóra, egy csalánra, vagy majd egy pitypangra, egy keserű anyagtartalmú gyógynövényre, ami az immunrendszerünket is erősíti. A pitypang mellett azonban immunrendszerünket számos különböző, a természetben is fellelhető növénnyel erősíthetjük, ilyen például a magyar fokhagyma és a medvehagyma is. Kimerült és fáradt szervezetünket a tavaszi megújulás jegyében azonban érdemes feltöltenünk, és a téli vírusos időszakot követően a vitamin utánpótlásra is érdemes gondolnunk. Őt már leáztattam reggel, a csipkebogyó az legalább egy 5-6 órát kell, hogy ázzon hidegen. A csipkebogyó a téli időszak csodabogyója, a belőle hideg áztatással készített teát a jelenlévők is megkóstolhatták. Csipkebogyóit áztattam le például. A csipkebogyó, mint egy roboráló, egy erősítő, mindenféle ásványi anyagot, rengeteg C-vitamint tartalmazó, egy csoda gyógynövényünk, ami ráadásul a sajátunk, itt van a közelünkben, lehet belőle gyűjteni az őszi időszakban, ha ügyesek voltunk, akkor most bizony ebben a tavaszi megújulásos időszakban a legelső, amihez kellene nyúlnunk, az például egy csipkebogyó. Ebben az időszakban szervezetünk másik fontos támogatója lehet többek között a csallán is. Nagyon magas a vastartalma, amire szintén szükségünk van már ebben az időszakban, illetve különböző ásványanyagokat is még tartalmaz. Tehát például a csalánt, hogyha még nem tudunk szedni, akkor őszi időszakban szedtünk, akkor egy csalánteával is tudunk például ilyenkor magunknak segíteni, hogy visszapótoljuk azt a rengeteg elvesztett ásványanyagot, vitamint, ami ilyenkor már bizony hiányzik. A Tavasz a Malomban elnevezésű program során a résztvevők részletes elméleti tudást kaphattak a tavaszi megújulás jegyében. Persze nem mindenkit a téli depresszió leküzdése hozott a Malomba. Hát hál' Istennek a depresszió nem annyira talál meg engem. Valahogy a jó Isten elég jó kedvet adott az élethez, úgyhogy ezt a részét nem, de természetesen a tavaszi fáradtság rám is hatással van. Úgyhogy igen, főleg mondom, amióta Magdit ismerem, azóta még inkább használom a gyógynövényeket rendszeresen, és nem csak fogyasztásra, hanem külsőleg is. Tehát már olyan programokon vettem részt, amin krémeket készítünk, úgyhogy fantasztikus dolgokat lehet a gyógynövényekkel előidézni. Az előadás sorozat évszakoknak megfelelően tematikus sorban folytatódik hétvégenként.
A következő alkalmak során már a kora tavaszi, hasznos gyógynövényekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Festetics fűszerkert és herbáriumban Gyenesdiáson.